Advent időszakában 10. alkalommal nyitotta meg kapuit ismét a székesfehérvári püspökség. A hagyományos adventi udvar hétvégeken és advent utolsó hetében csendes, békés, imádságos légkört teremtve várja a látogatókat, segíti a várakozás pillanatait a Messiás születésének ünnepére. A díszbe öltözött udvaron a fehérvári kézművesek gyönyörű egyedi munkáinak vására mellett jótékonysági célra is árulnak a gyermekjóléti intézmények, a katolikus Karitász a rászorulók számára. Lelki ajándékok várják az adventi lelki úton járókat, amelynek végén a betlehemi istáló még üresen várja Máriát és Józsefet és a gyermeket. Várakozunk Jézus Krisztus születésére, szeretnénk szívünket megnyitni a megváltónak. Az udvar szervezője Úrics Tamás atya köszöntötte az első gyertyagyújtás ünnepére érkezőket, akik zsúfolásig megtöltötték a püspökség udvarát. Szükségünk van arra az időre, amíg fel tudunk készülni a megváltó születésére. Így az egész adventi udvarnak a berendezése, a Betlehem, a szűzanyának, Szent Józsefnek a távolsága, a három királyoknak a távolsága jelzi, hogy minnyájan úton vagyunk, minnyájunknak a készület most a fontos dolga. Azt gondolom, hogy az emberek ezt megértik, az emberek erre rádöbbennek, hogy még nincs ott a kis Jézus a Betlehemben, még nincs ott Szűz Mária és Szent József, és örömmel fogadják mindazt, amit itt az udvarban kapnak. Most az első héten egy kis adventi gondolatfüzetet, imafüzetet adunk a kézbe, és egy adventi naptárt, amit napról napra ki lehet nyitni, és az Isten igéjével táplálkozni, gondolatokat ébreszteni magunkban. Gyermekeknek egy kis kiszínezőt készítettünk, ami kedves, és azt hiszem, hogy élményszerű ajándékot jelent számukra, és kis lelki kártyákat készítettünk, ami megszokott már, és sokan várják ezeket a kártyákat, egy-egy szentírási üzenettel, vagy egy-egy bölcsembernek, szentatyának az üzenetével. Vigyük magunkkal, adjuk ajándékba, osszuk meg ezeket a lelki ajándékokat is, másokkal is, hogy sok embernek több örömet jelentsen a karácsonyi készület ideje. Az első ünnepi gyertyagyújtáson a Móri Szent Erzsébet katolikus iskola diákjainak műsora valódi adventi örömöt sugárzott Ambrózi Tamás iskola biztosatja vezetésével. Spányol püspök adventi gondolatai arra hívták fel a figyelmet, hogy ne engedjük a sok feladat között elveszni a szívünkből a szeretetet, figyeljünk egymásra és arra, hogy valóban az Isten fiának, a gyermek Jézusnak születésére várakozunk. A karácsony az Istennel való találkozás. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta értünk, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljem. Egy gyermek születése mindig öröm. Az egészséges, normális embernek, egy épp és egészséges gondolkodású családnak. Jézus Krisztus születése öröm az egész emberiség családjának, mert az Isten szeretetével találkozunk. Az advent erre a találkozásra való készület. Fontos, hogy legyen bennünk csönd és békesség. Próbáljunk meg ebben a csöndben, befelé fordulásban imádkozni, Istenre találni, egymással találkozni, a szeretet gesztusait gyakoroljuk, adjuk egymásnak, figyelemmel, kedvességgel, egy mosolyjal, a másik gondolatainak a kitalálásával, egymás szeretetével. Hogyha így tudjuk eltölteni, így tudjuk elkezdeni és eltölteni az adventi időt, a készület idejét, akkor úgy gondolom, hogy valóban örömteli, békességes, áldott és szent karácsony köszönt majd ránk. Végül az egész ünneplő közösséggel együtt imádkozva a megyés főpásztort meggyújtotta a püspökség adventi koszorúján az első gyertyát. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Megáldotta az ajándékba osztott gyertyákat is, hogy a világ világosságára, Isten szent fiára, a szeretet örömteli fényére emlékeztesse a családokat. Mindörökké. Amen.